Pakson szükség esetére 8 önkormányzati tulajdonú bérlakást biztosítanak arra az esetre, ha a hatósági karanténra kötelezett személy nem tudja megoldani az elkülönülést. A mai nap folyamán kezdődik ezeknek a bérlakásoknak a bútorokkal való felszerelése, méghozzá a cseresznyés kerti iskolából, táborból hozzuk el ezeket a bútorokat. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosoknak 500 sebészeti szájmaszkot biztosít az önkormányzat. A lakosság számára is elkezdődött a 20 000 darab szájmaszk folyamatos eljuttatása. Eddig 2 pozitív koronavírus teszt volt Pakson, a kontaktok teszt eredménye viszont negatív lett. Az egyik érintett a családjával már a pozitív tesztet megelőzően önkéntes karanténban volt. Pakson is tovább kell lépni a védekezés egy komolyabb szintjére, mondta a főorvos. A szakellátásban is történtek változtatások. Bevezetjük hétfőtől az egykapus belértetési rendszert. A központi rendelőintézetben csak a főépületben, a rendelőintézet városfelüli épületén lehet, vagy a épület részén lehet bejönni a fotocellás ajtón. Az összes többi bejárat zárva, a paksi központi rendelőintézetnél a gyógyfürdő bejárata is. A beérkező pácienseknek az eddigi kézfertőtlenítés mellett alá kell írniuk egy nyilatkozatot is. Az egészségügyi dolgozók védőfelszerelése is biztosított, FFP2-es maszkok, arcvédők, szemüvegek, védőköppenyek, kesztyűk.